Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban először Makkai Marianna és Csernák Krisztina lesz a vendégünk, akikkel az évnői példaképe pályázatról fogunk beszélgetni. Ezután megmutatjuk, hogyan szépül a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Miklóstelepi kutatóállomása. Majd Grosán Pál érkezik a stúdióba, aki hétvégén súlylökésben magyar bajnokságot nyert a 80 éves korcsoportban. Már is kezdünk. Tegnap délután első alkalommal adták át az év női példaképe Bács-Kiskun megyében díjat. Az elismerésről és annak céljáról Makkai Mariannával, az Imami Egyesület Bács-Kiskun megyei referensével, a kecskemétimami.hu főszerkesztőjével, valamint Csernák Krisztinával, a díj nyertesével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét kívánok! Marian, mi volt a fő célja ennek a pályázatnak? Honnan jött az ötlet? Hát a fő célja elsősorban az volt, hogy olyan nőket ismerjünk el, akik mind a munkában és mind a családban is ügyesen helytállnak. Igazából szerettük volna rávilágítani arra a figyelmet, hogy akár gyermekek mellett, család mellett is igazából sikeresek lehetünk mi nők. És itt most nem a csúcsvállalkozásról beszélek, hanem egyszerű hétköznapi nőkről, akik valóban sikereket érnek el. Ezt az Imami Egyesület szervezte meg, Kecskeméten most volt az első, Kecskemét Imami szervezés által Bács-Kiskun megyében, de a Pécsi Mami, az anya cégünk, ő már negyedik éve szervezi, és most az Imami Egyesület keretén belül, egy pályázat keretén belül nyertünk mi is. Most Somogy megyében, Baranya megyében és Bács-Kiskun megyében is egyszerre zajlott, és a díjátadó is egyszerre volt. Összesen 10 döntőst láthattunk az előbb a híradóban, és köztük volt Krisztina is. Hogyan lehetett pályázni, miként kerülhetett be valaki? Kétféleképpen lehetett pályázni, egyrészt lehetett jelöltetni magukat a hölgyeknek, másrészt pedig jelölni kellett őket. Szinte majdhogy nem mindenkit úgy jelöltek, még hogyha a saját maga is jelentkezett. Gyakorlatilag 3 kérdésre kellett nekik megválaszolni, egyrészben kellett nekik írni a saját családjukról, másrészben a munkájukról, és ugye a fő téma az volt, hogy hogyan tudják összeegyeztetni a családot és a munkát. Milyen nehézségek árán, vagy éppen milyen sikerekkel. Erre visszatérünk még, hogy milyen jelölteket is választottak ki, de Krisztina, milyen érzés volt átvenni a díjat? Mit szólt egyáltalán a jelöléshez? Nagyon megtisztelő volt, hiszen engem a barátnőim jelöltek, és ezt követően ugye egy szakmai zsűri válogatott be, és amikor Marian fölhívott és megkérdezte, hogy elfogadom-e a jelölést, akkor én nagyon boldogan mondtam igent. Az esemény alatt nagyon izgatott voltam, de nagyon-nagyon jó érzés volt e között a sok-sok területen tehetséges nő között képviselni az én szakterületemet, az én munkámat, azt a szellemiséget, amiben élek és dolgozom. Akkor erről beszéljünk egy kicsit, jó, hogy mivel foglalkozik. Nagyon sok területen áll helyt, eltekintve a családtól is, de például a munkájáról, erről a több területről is szeretnénk most hallani. Egészségszakpszichológus vagyok, pszichoterapeuta jelölt, és gyászfeldolgozás módszer specialista. Ez már 3 nagyon különböző és nagyon-nagyon szép terület. Én 10 éves korom óta pszichológusnak készültem, és nem volt más alternatíva. Szenvedélyesen szeretem a munkámat, és az a 3 terület, ahol dolgozom, igyekszem 100%-ig jelen lenni. Eközül az első a Kecskeméti Kórház központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztálya, ahol egy professzionális gyógyító csapatnak vagyok az első pszichológus szakembere, és ezen az osztályon kritikus állapotú, altatott, lélegeztetett betegekkel foglalkozom. A betegek mellett az ő hozzátartozóikat támogatom, illetve a személyzettel is foglalkozom, akik egy nagyon intenzív, nagyon nehéz helyzetben dolgoznak. Ez az egyik terület, ahol dolgozom. Ezen kívül másfél évvel ezelőtt indult Kecskeméten az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett áldozatsegítő központ, ahova engem meghívtak havi pár órában pszichológusnak, és örömmel elfogadtam. Ez is egy nagyon speciális
egy nagyon-nagyon nehéz terület, és itt szintén egy szakmailag nagyon képzett csapattal dolgozom. És a harmadik terület pedig az egyéni rendelésnek a területe, ahol négy szemközti helyzetben találkozom a pácienseimmel, és ezek nagyon-nagyon intim munkák, hiszen ha valaki pszichológushoz jár, akkor kevésbé szokta nyíltá tenni a környezetében. Ez egy nagyon, nagyon mély munka, ami sokszor csak közöttünk zajlik, illetve a páciens otthoni légkörében rá is hatással van, és csodálatos történetek vannak előttem, csodálatos gyógyulások, csodálatos fejlődések, kisbabák születnek, az alkohol teszik le sorban, és számtalan csodás történet van mellettem és mögöttem. És mindezek mellett két csodálatos gyermek édesanyja is. Hogyan tudja összeegyeztetni a munkát és a családi életet? Két gyermekem van, a kislányom 9 éves, a kisfiam pedig 6 éves, és nem tudom kihagyni a mi történetünkből azt a szomorú tényt, hogy hárman vagyunk, és az, hogy hárman lettünk, az nem a mi döntésünk volt. Másfél évvel ezelőtt a férjemnél egy nagyon agresszív és nagyon gyors lefolyású daganatos betegséget diagnosztizáltak, és tulajdonképpen az ő betegségét együtt kísértük végig a gyerekekkel, és öt pár hónapja temettük el idén, illetve tavaly májusban. Úgyhogy megváltozott az életünk, a családunknak a szerkezete, és nyilván szükség van egy erős hátországra. Ezt a hátországot az én édesanyám adja, aki a mi szomszédunk, és a mindennapokban segít, sokszor főz ránk, most éppen otthon tanul a gyermekekkel, amikor én nem tudok elmenni valakiért az óvodába, iskolába, akkor ő ezt megteszi. Nagyon sok kedves ismerősünk, barátunk van, ők is mellénk álltak, de tulajdonképpen így mi hárman nagyon egyben vagyunk, összezártunk, és van egy nagyon kötött rendszerünk. Nagyon okos, nagyon fegyelmezett gyermekeim vannak, és tényleg van egy kötött napirend, amikor mi fölkelünk, és így nagyon szépen tesszük a dolgunkat, mindenki elmegy az intézményébe, és akkor aztán eljön a 4 óra, elindulok, összeszedem őket, és tanulunk, tévézünk, beszélgetünk, tehát megy a családnak a rendje. Ez a hétköznapokon ilyen nagyon-nagyon fegyelmezetten, nagyon szorosan, a hétvégéken meg sokkal lazábban belefér egy csomó szabadidős program, biciklizés, futás, kulturális programok, színház, bábszínház, futóversenyek, találkozások a barátokkal, tehát egy ilyen nagyon színes, nagyon aktív életet élünk. De mégis egy hatalmas tragédia után kellett talpra állni és minni tovább a hétköznapokat, és a munkájában is a legnehezebb élethelyzetekben áll a páciensei mellé. Honnan merít erőt ehhez? Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Megszoktam a nehéz helyzeteket, és ahogyan is mondta, hogy ezek tulajdonképpen kihívások. Tehát nem egy problémaként kezelem őket, mert sok minden ért engem is az életben megelőző időszakban is, de én azt gondolom, hogy ez egy döntés, hogy az ember a szenvedőknek az oldalára áll, és ha odaáll, az sem probléma, mert van elég muníció hozzá. De én úgy döntöttem, hogy a küzdőknek az oldalára állok, és ehhez kaptam egy ilyen nagyon-nagyon erős, egy nagy belső erőt tulajdonképpen, és ezeket a helyzeteket kihívásoknak kezelem, tudom, hogy meg fogunk vele küzdeni, és azt is tudom, hogy mindig kapok valamit ezektől a nehéz helyzetektől, krízisektől, ezt nevezzük mi a szakmában poszttraumás növekedésnek. Akkor, amikor túl vagyok egy nehéz helyzeten, akkor teljesen újra alakul az életem, mondjuk egy betegség vagy egy krízis után, egy csomó embert kapok, egy csomó új érzést kapok, megváltozik az életnek a súlyozása, a kis dolgok nem fontosak annyira, sok más dolog válik fontossá, más dolgok, mint azelőtt. Szóval ezek azok a
a dolgok, amiket kaptam és kapok minden egyes ilyen nehéz helyzettől, és hát emberi találkozásokat is kapok egy olyan pácienstől, akinek a fölépülésében részt tudok venni, az ő hozzátartozóiktól, és én azt gondolom, hogy ebben a díjban nagyon sokan benne vagyunk. Nyilván benne van az a sok-sok nő, aki hozzám hasonlóan a munka és a magánélet között pingpongozik, libikókázik, pattog. Sokszor ugye ez kihívás, hogy hova tegyük a hangsúlyt. És benne vannak azok az emberek is ebben a díjban, akikkel mondjuk segítettem, illetve azok, akikkel egy helyen élünk, egy városban vagy egy településen élünk, egy helyen dolgozunk, akik maguk is mondjuk édesanyák, vagy olyan nők, akik több életfeladatot gyakorolnak egyszerre, mondjuk idős beteg hozzátartozójukat kísérik és ápolják. Tehát ebben nagyon sokan benne vagyunk ebben a díjban. És hát az emberi találkozásoknak hiány Marian sincs, hiszen csodálatos embereket, nőket ismerhetett Igen. meg a pályázatnak köszönhetően. Milyen díjakkal térhettek haza a döntősök, milyen élményekkel? Hát ugye volt egy fődíjasunk, azt nem mi. Egyébként, hogy megemlíteném, hogy a zsűriben, a Nők a Neten-ben három hölgy, dr. Illés Nóra, Nagy Ágnes és Utasi Melinda, akik nagyon-nagyon sokat segítettek nekem, de nem mi döntöttük el, tehát a fődíjat az közönségszavazás volt, hiszen nagyon-nagyon nehéz lett volna úgy különbséget tenni, hogy miért több valaki egyik a másik hölgynél, hiszen mindenki nagyon értékes volt. Tehát a közönség döntött el a Krisztinát, viszont a többi díjazott is mindenki volt, ami szakmai elismerésben részesült, mint például volt a legkreatívabb, a legcélra törőbb, a legsegítőkészebb díjazottunk, úgyhogy mindenkinek személyre szabottan. És egyébként nagyon sok kecskeméti cég vagy környéki cég állt hozzánk mellénk, és nagyon értékes díjakat tudtunk adni a jelölteknek, tehát mindenki, és szinte személyre tudtuk szabni. Lesz-e folytatása ennek a kezdeményezésnek? Mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép elismerés, nagyon jó üzenete van neki, úgyhogy mindenképpen szeretnénk ezt jövőre hagyományát teremteni. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és hogy inspiráltak minket, és gratulálunk a díjhoz. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Megmenekül a pusztulástól a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Miklós telepi kutatóállomása. Miután a Neumann János Egyetem megkapta vagyonkezelésbe az épületeket, elkezdődtek a munkálatok. Amint egy 10 évig elhagyatottan álló épületet szétlopták, megrongálták. Az épületeket most kitakarították, indulhat a felújítás. 2019-ben a Kecskeméti Televízió elsőként adott hírt arról, hogy milyen állapotban van a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Miklós telepi telephelye. A kutatóállomás egykor Kecskemét oázisának számított, európai hírnévre tett szert. Volt olyan időszak, amikor Fülöp herceg a fogadhajtó versenyeken egy gyönyörű, színpompás területen haladt végig. A kutatóállomás mintegy 10 éve bezárt, ezt követően pedig nem csupán gondozatlanná, ápolatlanná vált, hanem rendszeresen fosztogatták is az épületeket. Az ablakok kitörve, a falak beomolva, a vezetékek kiszaggatva. Ez a látvány fogadta egy évvel ezelőtt dr. Salac László országgyűlési képviselőt, aki látta, mennyire siralmas a helyzet. Ekkor elindult egy folyamat, és tavaly megcsillant a reménysugár. Ez a harmadik alkalom, amikor kint vagyunk itt a Szőlészeti Borászati Kutatóintézet Miklós telepi telephelyén. Az első alkalommal, amikor kint voltunk, szörnyűségeket láttunk, hogy mese hasonlattal éljek. Ez olyan volt, mint amikor a Szépség és a Szörnyetekbe bementek először abba a kastélyba, amit már 100 éve éppen nem laktak. Hát körülbelül itt is olyan helyzet alakult ki. 10 éve teljesen uratlan volt az épület, szétrombolva, szétdíbolva, és el kellett kezdeni azon gondolkodni, hogy lehetne ezen módosítani, hogy lehetne ezen javítani. A második alkalommal, amikor kint voltunk, akkor már egy 50 fős csapattal jöttünk ki, közösen nekifogtunk a terület megtisztításának, ez az épületek megközelíthetőségét tette lehetővé. Tavaly májusban még arról adtunk hírt, hogy ezekre a munkálatokra azután került sor, hogy a Neumann János Egyetem elkezdte a tárgyalásokat az Agrárminisztériummal. Az intézmény ugyanis szeretné bevonni az épületegyüttest Kecskemét oktatási vérkeringésébe.
Azóta pedig egy mérföldkőhöz is elért az állomás újbóli felvirágoztatása. Az egyetem megkapta vagyonkezelésbe 20 évre a telep helyet. Pár hét kellett ahhoz, hogy a rengeteg szeméttől és épülettörmeléktől megtisztítsák a kutatóállomást. Az intézmény tehát neki is látott a munkálatokhoz. Az egyik előrelépés a könyvtárat érintette. 2019-ben itt még a földön hevertek a kincsek, mára pedig már szépen sorakoznak egymáson. Ez nagyon szörnyű volt látni, mint kultúrát szerető embernek, hogy, hogy a könyvek szét vannak dobálva, szét vannak haigálva, és most ezek a könyvek egy kupacba vannak téve, és ahogy információkat kaptunk arról, hogy majd az egyetemisták fogják ezeket témák szerint leltározni. Az épületegyüttes felújítása az úgy kezdődött, hogy egy hatalmas mennyiségű törmeléket, sittet kellett innen elszállítani, ami több száz mázsára rúgott, több száz köbméterre rúgott. Ezeket elszállították, és most már láttuk az épületben, hogy milyen változások következtek be. Az óriási bokáig érő szemét kupac az eltűnt, és most már simán lehet járni, minden helységet meg lehet közelíteni, és felsejlik már előttünk, hogy milyen lehetett ez az épület Hajdanán. Ezt az épületet Hajdan Kecskemét egyik büszkesége volt, és remélem, és ebbe az irányba haladunk, hogy most is azzá válik, hiszen minden adottsága megvan hozzá. A falakat szerencsére nagyon masszívra építették, úgyhogy ezekre lehet alapozni, és mint megtudtam, a legmodernebb technikával lesznek ezek felújítva. A területen megújuló energiaforrásokat fognak használni, úgy, mint hőszivattyú és napelempark. Több ötlet is van már az épületek kihasználására, de egy biztos, ahol lehet, megtartanák az eredeti funkciókat. Így például, ahol annó labor volt, ott most is zajlanának laboratóriumi munkák. A 3 épületegyüttesből álló terület mögött található a szőlőfeldolgozó üzem. Még Hajdanán itt pezsgő élet volt, ma már inkább egy horrorfilmhez illenének a helyiségek. A sötétben kiderült, hogy olyan gerendázatú épületről van szó, amely nem csupán időtálló, nem csupán kuriózum, hanem lelke is van. Ezt a lelkiséget pedig semmiképp sem hagyja elveszni az egyetem. A hordók helye még mindig megvan a pincében, amely több nagyobb helyiségből áll. Ezt a területet Kecskemét borturizmusának fellendítésére fogják használni, ahol bor és pálinka kóstolásokat és esküvőket lehet majd tartani, de szeretnének kialakítani egy bormúzeumot is. Az év első szenior atlétikai magyar bajnokságát rendezték meg Budapesten fedett pályán. A kecskeméti Spartacus sportkör és közösségi tér színeiben Grosán Pál súlylökésben magyar bajnokságot nyert a 80 éves korcsoportban. A sport eredményeiről Grosán Pállal beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást és üdvözlöm a nézőket! Nagyon szívesen, és én először azt kérdezném, hogy mi évről évre találkozunk itt az asztalnál különböző eredmények kapcsán, igen, és én csak magamon érzem az évek múlását, ön csak egyre fiatalabb. Mi a titka? Ó, ez nagyon jó esik, hogy ennek mondja. A fittségnek? Hát az aktivitás, az állandóan, permanensen tartott aktivitás. Ez mit jelent? Hogyan kell elképzelni az ön életét? Az edzéseket? Sok mindent művelek. Tehát ami a sportot illeti, a testmozgás, mondjuk az az elsődleges ebből a szempontból, de azon túlmenően könyvet írok, zenét hallgatok, aktív életet élek, családdal, barátokkal, ismerősökkel. Ez az eredmény mit jelent az ön számára? Egy lépcsőfok csak az elkövetkezendő versenyeket illetően. Milyen gyakran van a szenior atlétáknak verseny? Mennyi idő a felkészülés? Hát a felkészülés az folyamatos, mert csak akkor lehet eredményt elérni. Tehát, hogyha valaki alkalomszerűen csak úgy oda áll, az nem biztos, hogy sikerrel jár. Folyamatos felkészülés kell hozzá. Évente 4-5 hazai és 1-2 külföldi verseny van a szeniorok részére. Mennyien indultak például ezen a budapesti versenyen? Több száz atléta indult.
Természetesen ez eloszlik a különböző versenyszámokban. A 60 méteres futástól kezdve, az ugrásokon át, egészen a dobásig. A dobást az csak most a fedett pálya lévén csak a súlylökés jelentette. Ez egy közösség már, akikkel ilyenkor találkoznak? Igen, nagyon összetartó társasága, szenior sportolók társasága. Tisztelik egymást, jó baráti kapcsolatokat ápolnak. Tehát mindenféleképpen egy közösségi esemény is. Volt a bajnokságon más kecskeméti is? Tudomásom szerint 3-an nyertünk magyar bajnokságot. Ha mondhatom, magasugrásban nyert egy hölgy, a 65 éves korcsoportban, a 40 éveseknél egy fiatalembernek mondom, ő magasugrásban, én pedig a súlylökésben, mint a legidősebb kecskeméti. Ezen kívül milyen számokban méretette meg magát, vagy jellemzően már egyéb versenyeken milyen számokban? Ami engem illet? Igen. Tehát évek óta én már csak dobó versenyszámokban indulok. Őszintén meg kell mondanom, hogy a térdem nem engedi, hogy fussak, ugorjak, de valamikor nagyon jó hármasugró távol, hármasugró voltam. Ezt most már nem, de a dobásokban viszont a dobószámok úgynevezett király kategóriáját, a dobó 10 próbát művelem. És megbeszéltük a stúdió beszélgetés előtt, hogy ön a saját maga edzője, de van-e segítsége? Hogyne, természetesen van segítőm. Hát a feleségem, aki mondjuk, ha nem is szó szerinti értelemben, de edzőm, pszichológusom, menedzserem, tehát minden masszőr, tehát minden, ami a sportoláshoz, a versenyzéshez szükséges számomra, ő biztosítja nekem. Minden nap edz? Nem. A mindennapi edzés már nem lenne indokolt és célszerű. 2-3 naponként végzek edzéseket. Azt már elmondta, hogy a fittségét is a sportnak köszönheti, illetve az aktív életnek. Igen. De mit jelent még az ön életében a sport, és miért tartja fontosnak, hogyan venni rá a fiatalokat arra, hogy minél többet sportoljanak? Tehát nekem a sport, a testmozgás az életelemem. Gyerekkortól kezdve rendkívül mozgékony voltam, és ezt a mozgékonyságot meg tudtam őrizni a mai napig. És hogyha tanácsot kellene adnom, akkor azt mondanám, hogy a gyerekkori aktivitását próbálja mindenki a lehető leghosszabb ideig megőrizni. Tulajdonképpen ez jelenti a titkot. Ez a titok. Készül-e már a következő edzéstervel? Természetesen. Áprilisban lesz az első magyarországi következő magyar bajnokság, ahol 3 magyar bajnoki címért versenyzünk, plusz 2 meghívásos szám, és utána beindul majd, gondolom, hogy havonta vagy 2 havonta lesznek versenyek. Júliusban lesz a magyar bajnokság, ahol 5 versenyszámban szándékozom indulni, 5 különböző dobószámban, és el kell mondanom, hogy most már 3. éve lesz, hogy megpályázom mind az 5-nek a megnyerését. Augusztusban lesz egy németországi verseny, valamint a fő versenyszám, amire készülök most már évek óta, meg aminek a világ csúcstartója vagyok, és a világbajnoka vagyok. A dobó 10 próba világbajnokság Ausztriában szeptember utolsó napján és október 1-én. Akkor ehhez nagyon sok sikert kívánunk, és gratulálunk a díjhoz, az eredményhez, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Reméljük, majd az áprilisi versenyről is be tudunk számolni. Köszönöm szépen, és igyekezni fogok. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Rendkívüli közgyűlés lesz holnap. A baloldal a kárpátaljai magyar kisebbség jogait csorbító Ukrajna zászlaját helyezné ki a városházára.
A kezdeményezést a két baloldali kecskeméti országgyűlési képviselőjelölt közül csak Szőkéné Kopping Rita írta alá, Bodrozsán nem szerepel a frakció aláírói között. Megmenekül a pusztulástól a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet miklóstelepi kutatóállomása, miután a Neumann János Egyetem megkapta vagyonkezelésbe az épületeket, elkezdődtek a felújítási munkálatok. Jótékonysági plakátbőrzét szervezett az Otthonmozi, ami az intézmény első jótékonysági kezdeményezése. Az elmúlt 2-3 év mozi plakátjainak megvásárlásával az Ukrajnából elmenekült családokat tudjuk segíteni. Mintegy 100 millió forint összértékű segélyszállítmány indul szombaton a nyugat-ukrajnai Lvivbe, a gyűjtéshez Kecskeméten is hozzá lehetett járulni. Első alkalommal adták át az év női példaképe Bács-Kiskun megyében díjat tegnap délután, az elismerést Csernák Krisztina vehette át, aki a Kecskeméti Kórház intenzív osztályán dolgozik. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!